Az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót a másodosztályú bajnokságban, de ennek ellenére sem unatkoztak a nyíregyházi kosarasok. A kék cápák Egerben léptek pályára Hepkupa mérkőzésen, ahol 29 pontos győzelmet aratva jutottak tovább. Az edzések mellett egy debreceni felkészülési mérkőzésen is igyekezett csiszolni formáját a csapat az év utolsó hazai fellépése előtt. Ebben az időszakban tudtuk gyakorolni azokat a taktikai elemeket, amiket szeretnénk majd a továbbiakban alkalmazni, illetve a legjobb a Hepkupa mérkőzés volt, ahol végre úgy nézett ki egy idegenbeli mérkőzés, ahogyan azt ki kellene nézni. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy elég nagy arányú volt az a győzelem, a reális különbség született, és a csapat végre úgy kezdte el a mérkőzést, ahogy kell, komolyan, keményen állt oda a mérkőzéshez, és ez meg is látszódott, és a mérkőzés első időszakában el is tudtuk dönteni a mérkőzést. A csapat centere Varga Márton a tavalyi szezon Salgótarjánban töltötte, így jól ismeri a szombati ellenfelet. Kemény, masszív csapatra számítok, erős mérkőzés lesz szerintem, és igyekezünk minél jobban szerepelni, és megvalósítani a taktikai eleményeket, és győzelemmel fejezni be a mérkőzést. A két csapat az élvonalban korábban többször is találkozott, és rendre nagy csatát vívott egymással. Mindig parázsmérkőzéseket játszottunk a Salgótarján ellen, és annak ellenére, hogy nem a feljutást tűzték ki egyértelműen céljukként, azért halkan mindig ott van náluk az, hogy szeretnének oda kerülni, és úgy gondolom, hogy a vezetőjüket ismerve újra egy olyan csapatot rakott össze, amelyik veszélyes lehet bárkire, bárhol. Ebből kiindulva szerintem nehéz találkozó lesz, de ahogyan említettem, meg kell próbálnunk már az első időszakban olyan agresszíven fellépni, ahogyan mi szeretnénk, és bízni abban, hogy ezt az ellenfél érezni is fogja, és megpróbáljuk megoldani megfelelőképpen ezt a találkozót, és persze hazai pályán nem lehet igazából más célunk, mint az, hogy megnyerjük a találkozót. A Nyíregyháza Blue Sharks Salgótarján mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Debrecen, Miskolc Óbudai Kaszások, Hódmezővásárhely Budapesti Honvéd, Eger Békés és Nagykőrös Mavsz 2.